Jó reggelt! Isten hozott titeket, kérlek foglaljatok helyet. Tegnap sűrű nap volt, és nagyon áldott. Ha valaki ott volt a Adulán Fesztiválon, az tanúja volt. Tök jó dicsőítés volt, meg nagyon jó volt Isten előtt lenni. Kevesen voltunk, ami sajnáltam, de aki ott volt, az tényleg élvezhette a jobbnál jobb fellépőket. Én élveztem, és a nap végére jól kifáradtam. 2-9 ott voltunk. Bátorítalak, hogy legközelebb gyere. Sőt, azért van az Adulámnak, ezeknek az Adulám napoknak mára is, meg a jövő hétre szóló eseményei. Ezeket kérlek, figyeljétek. Hol lehet ezt, Robi, jól látni? Szerintem az Adulámnak a Facebook oldalán. Aha. Tihanyi Dani, nem? Nem a Tihanyi Dani. Ó, akkor viszont. Ez egy zongora művészet. Ja, igen, igazad van. De nem tudom, nem elnézést. És 19 órától pedig Csokai Jóles professzorné fog egy előadást. Szuper. Köszi, Robi. Kétszer is bejelentek valamit, mert szeretném, hogy emészszétek most is, meg majd a végén is. Az egyik, hogy, tehát miről szól ez a bejelentés? És szeretnénk újra egy tábor tartani a gyülekezetnek. Régen voltak olyan esemény, olyan táboraink, amit mi tartottunk, így a gyülekezet magának. Elmentünk Kemencére, vagy elmentünk Katalin pusztára az erdei iskolába, és most van egy tök jó lehetőség, hogy újra ezt tegyük, és szeretnénk elmenni így a gyülekezettel Sarudra. Kaptunk egy felajánlást egy ottani ilyen üdülő, nyaraló helyen, ahol elférnénk, és azt szeretném, hogy minél többen el tudjatok jönni. Ennek a dátuma, ez az őszi szünet első hétvégéje, vagyis október 25-26-27, péntek, szombat, vasárnap. És ezt úgy tervezzük, hogy 5000 forint lenne a teljes költsége egy személyre, tehát így nem hiszem, hogy ez talán lenne bárkinek is akadály, de ha igen, akkor ebben is segítünk. Az lenne a cél, hogy minél többen elmenjünk, és részt vegyünk közösen egy ilyen táborban, mert nagyon hiszem, hogy a Gyülinek szüksége van most egy ilyen összekovácsoló időre, hogy lelkileg Isten felemeljen minket, hogy oda tudjunk állni az Úr elé. Szóval ezt majd még mondom nektek, hirdetem, csak fejbe, szívbe készüljetek rá, és szerintem egy nagy-nagy lehetőség. Jó? Sok részletet még nem tudok mondani, mert ez annyira friss, de ahogy telik majd az idő, egyre több mindent fogtok hallani. És szeretném, ha most imádkoznánk, és készülünk az Úr elé állni dicsőítésben. A dicsőítés alatt lehet úrvacsorát venni, ott a lépcső tetején vehetitek magatokhoz a szőlőlevét és a kenyeret, mert megemlékeznénk arról, amit az Úr tett értünk, hogy abból van váltságunk, hogy Krisztus meghalt értünk a kereszten. Abból van tisztaságunk, hogy Jézus vére megmosott minket. És nem akárhogy, hanem tiszták lettünk, mint a frissen hullott hó. Még ha a bűneink olyan vörösek is voltak, mint a skarlát, akkor is megtisztultunk belőle. És szeretném, hogyha amikor kimennél az Úr asztalához, hogy akkor ez egy hála lenne a szívedben. Egy ünnep, hogy ezt megtette értünk Krisztus, és ma itt lehetünk Isten gyermekeiként. Mennyi atyán, köszönjük ezt a reggelt, köszönjük a te szeretetedet irántunk, a te szabadító akciódat a kereszten. Köszönjük, hogy meghaltál értünk, és feltámadtál, és aki benned hisz, annak ma élete van. Örök élete. Imádkozom, Uram, hogy kovácsolj minket összegyülekezetként, áldj meg minket. Munkálkodj bennünk, és ma is, ahogy az igédet megnyitjuk, engedd, hogy az felszántson minket. Hogy bejusson olyan területekre, ahol nehezen engednénk a változásokat. De Uram, kiáltunk így őszintén, hogy formálj minket át. Legyünk hasonlóvá a fiadhoz, Jézushoz még jobban. Atyánk, dicsőítünk téged. Azért, aki vagy. Hiszen te vagy az örökkévaló. Aki volt, aki van, és aki uralkodik mindörökké. Aki a föld és a mindenség, aki mi is vagyunk, hiszen te mondod, hogy minden lélek az enyém. Uram, mi örömmel adjuk magunkat ma neked. És köszönjük, Uram, hogy elterveztél valamit az életünk felől, hogy ne vesszünk el, hanem a tiéd legyünk, és ezen munkálsz. És ma is, Uram, folytatni akarod ezt a munkát, Uram. Kérlek, tedd, Jézus nevében imádkoztunk. Ámen. Kérlek, álljatok fel, és dicsérjük az Urat együtt.
részévé válik tervednek. Nézd meg a keresztfán, ahol minden hibám eltűnik. Kegyelmed fényében romokból életet, fakaszt dicsőséget kiemel a mélységből, ezért áldlak téged. Te vagy lelkem menedéke, betakarnak szárnyaid. Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Bármi történjen, ígéretedben bízom le.
tudják, mi az elhívás. Egy szent népet, mert hitben jár. Imában térben állva, kérjük őt, hogy jöjjön el az ébredés, ébredés. Hozsána, hozsána, hozsána fenn a mennyben. Hozsána, hozsána, hozsána fenn a mennyben. Teremts bennem új szívet, hogy lássam, amit te, nyisd meg szemeimet, hogy szeressek. Fenséges Úr, Istenből emberré lettél. Eljöttél, életre keltettél. Vakságból fénybe emeltél.
szívemben tűz forró láng, láng, láng. És én meghajtom előtted térdemet, írgalmad rám zúdul elfedez. A szívemben tűz forró láng, 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 örök szerelmed. Teljes szívvel Mindent nemzet, minden nép, minden angyal.
hegyek hódolnak, a habok zúgnak, nagy királynak szívből imád. Szívből imád, ó, a nap feketétől még rád borul az éjjel. Szívből imád, minden nemzet, minden nép, minden angyal, minden szent áld ő. Ki olyan, mint ő, a megölt bárány, ott Isten trónján. A hegyek hódolnak, a habok zúgnak, a nagy királynak. Vizsgáltál engem, ismered minden léptemet, s elől is hátul körül zártál engem, felettem tartott kezedet, még a számon sincs a szó, én már egészen érted azt, hová menjek szellemettől, és a te orcád előtt hová fussam. Ha mennybe szállok fel, te ott vagy, ha sehol van vetek ágyom, jelen van, hajnal szárnyaira kell. Tenger túlsó szélére szállnék, a te kezed vezérel engem, a te jó kezed fogna engem. Uram, megvizsgáltál engem, ismered minden léptemet, s elől is hátul körül zártál engem, felettem tartott kezedet, még a számon sincs a szó, én már egészen érted azt, hová menjek szellemettől, és a te orcád előtt hová fussam. Ha mennybe szállom fel, te ott van, ha sehol van beteg ágyat, jelen van, hajnal szárnyaira kelnék, a tenger túlsó szélére szállnék, a te kezed vezére. Szállok fel, te ott vagy, ha sehol van beteg ágyat, jelen van, hajnal szárnyaira kelnék, a tenger túlsó szélére szállnék, a te kezed vezérel engem, a te jobb kezed. Uram, megvizsgáltál engem, ismered minden léptemet,
és hátul körül zártál engem. Felettem tartott kezedet. Köszönöm, drága Istenem, hogy te körül zársz minket és ismersz minket. Köszönöm, hogy feletted tartod a te hatalmas kezedet. Megáldasz minket és védelmezel minket. És köszönöm, hogy fel akarsz emelni minket, és felemelsz minket, és megáldasz minket. Köszönöm, hogy ajándékokat adtál nekünk, talentumokat, mindannyiunkat megajándékoztál. Add, hogy Uram, ezt lássuk, ezt értékeljük, és használjuk ezeket az ajándékokat. Kérlek, áld meg a mai napot, és áld meg a te igédet, hogy el tudjon jutni a szívünkhöz. Jézus nevében. Amen. Nagyon gyorsan leültetek, pedig most megkérem, hogy újra álljatok fel. És kérlek, köszöntsétek egymást, keresetek valakit, akit még nem ismertek, vagy nem köszöntöttetek ma reggel. Nos, kérlek, foglaljatok helyet. Folytatjuk az utazásunkat Máté evangéliumában, és a 21. fejezetnél tartunk, amikor is Jézus bevonult Jeruzsálembe. Erről beszéltünk múlt alkalommal, ahogy a király megérkezett a városba. És egy nagy ünnepség fogadta, egy különleges esemény, nem sok ilyen történt Jézus életében, amikor ő maga megszervezte ezt az ünnepséget, de ez egy profécia beteljesülése volt. Ő ugye emlékeztek, általában hátrébb lépett a népszerűségből, amikor egy csodát tett, és föl akarták volna emelni, akkor ő megkérte azt az embert, hogy ezt ne is mondd el senkinek. De ennek jelentősége volt, amikor a király megérkezett az ő népéhez alázatosan, egy szamárcsikon. És most kezdődik el az a hét, ami Jézus földi szolgálatának utolsó egy hete. Egyébként ahhoz képest elég meglepő, hogy a Máté evangéliuma egyharmada még előttünk van, mert erről ezekről a napoknak az eseményeiről részletesen és sok részletet látunk majd Máté evangéliumában. Ugye ez a hét, az a húsvéti előkészület, a húsvétra készülődő hét volt, és tele van a város emberekkel ilyenkor. Jeruzsálem tömve van. És ez volt az a pillanat, amikor Jézus bement újra a templomba, azért mondom, hogy újra, mert a szolgálata elején ugyanezt úgymond megcselekedte, a János evangéliumában olvassuk, bement a templomba, és kiűzte onnan a pénzváltókat, fölborogatta az asztalaikat, kikergette a kereskedőket, mondván, hogy ez az én atyám háza, az imádság háza, és ti rablók barlangjává tettétek. És amikor Jézus ezeket tette, azt olvastuk, hogy megbojdult az egész város. Tehát mindenki hallott Jézusról. Ide érkezünk most, 23. vers, innen folytatjuk. Azután bement a templomba, és miközben tanított a főpapok, a nép vezetőivel együtt oda mentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Másnap Jézus bemegy a templomba, arra a helyre, ahol előtte való nap az a nagy balhé zajlott, és elkezd tanítani. Abban az időben, csak hogy tudjátok, aki tanított, az ült, és akik hallgatták, azok álltak. Mennyit változott a világ azóta, most én állok és ti ültök. Örüljetek neki. És odalépnek hozzá az írástudók és a rabbik, a főpapok, és kérdőre vonják, hogy milyen hatalommal teszed ezeket. Most egy pillanatra vonatkoztassunk el attól, hogy a főpapok a rossz fiúk, Jézus a jó fiú, egy kicsit vonatkoztass el ettől.
Nem lehet, hogy jogos ez a kérdés? Amikor Jézus így bevonult Jeruzsálembe, megbojdult az egész város. Azt is olvassuk, hogy megátkozott egy fügefát, ami abban a pillanatban elszáradt. Felbolygatta az egész templomot, felborogatta az asztalokat, és kiűzte, aki ott volt jogtalanul. Hát nem jogos, hogy megkérdezik, hogy te milyen hatalommal teszed ezt? Ki adott neked erre felhatalmazást? Ki adta neked ezt a hatalmat? Egyébként más kérdés, hogy bőven lett volna már idejük 3 és fél év alatt a farizeusoknak elgondolkodni azon, hogy ki ez a Jézus, hogy milyen hatalom adatott neki. Látták a csodákat, látták a Isten nagy tetteit, hallották az ő beszédeit, és hallották, hogy mit mond magáról. De ők kérdezik, hogy ki adta neked ezt a hatalmat? És Jézus hogy válaszol? Nézzük meg együtt. Jézus így válaszolt. Én is kérdezek tőletek valamit. És ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek. Milyen hatalommal teszem ezeket? Honnan való volt János keressége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól. Mert János mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak. Nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Nekiszegeznek egy kérdést Jézusnak, keresztelő János szolgálatokat, Jézus hatalmával kapcsolatban. Jézus pedig egy kérdéssel válaszol. Mielőtt válaszolnék nektek, válaszoljatok ti nekem erre a kérdésre. Miként ítélitek meg keresztelő János szolgálatát? Istentől volt, vagy csak egy ember próbálkozása, gyümölcstelen próbálkozása volt, amit tett? Na vajon melyik? Tanakodnak maguk között, amikor Jézus ezt megkérdezi. Olyan érdekes, nem? Ők is így tudták volna a választ, mint most ti. De ők összebújnak. Így el tudom képzelni, hogy Jézus fölteszi a kérdést, és azt mondják, hogy egy pillanat. Így összedugják a fejüket, hogy erre hogy lehet jól válaszolni? Mert hogyha ezt mondjuk, akkor ebből ez lesz. Hogyha azt mondjuk, akkor abból az lesz. És nem azon gondolkodnak, hogy mi a jó válasz a szívük szerint, hanem hogy mi a jó válasz az emberek reakciója szerint. Hogy mi lesz ennek a következménye, ha ezt mondjuk? Látod, hogy hogyan forognak a fogaskerekeik? Nem mondhatjuk, hogy a mennyből van, mert nem úgy kezeltük, nem úgy álltunk hozzá, mint aki a mennyből jött, Istentől. Ha azt mondjuk, hogy az emberektől, hát az emberek tudják, hogy Istentől jött, és ők is tudták. Hát akkor mondjuk azt, hogy nem tudjuk. Mennyire végtelenül cinikus válasz ez, ha belegondoltok, nem? És egy olyan nagy hazugság. Tulajdonképpen azt mondják Jézusnak, hogy tudod, mi most ezzel nem akarunk foglalkozni. Nem akarjuk megítélni erre a kérdésre adott választ, hogy milyen tekintélye volt keresztelő Jánosnak. Igazából az se érdekel minket, hogy te milyen választ akarsz adni a mi kérdésünkre. Csak el akarunk veszíteni téged. De mi lett volna, ha őszintén válaszolnak? Mert ha belegondoltok ez a kérdés, igazából egy óriási segítség volt nekik, hogy végre szembenézzenek őszintén az életükkel. Mert ha meg tudják ítélni keresztelő János életében az ő hatalmának forrását, akkor ugyanezzel meg fogják tudni ítélni Jézus életében is az ő hatalmának forrását. De nem néztek szembe a kérdéssel őszintén. Hát akkor én sem válaszolok, mondja Jézus nekik. Amit Jézus fog tenni, és amit együtt ma készülünk megnézni, ez a 3 ige szakasz, ami következik, ez 3 példázat, amit Jézus mond. A 2 testvér példázata, a gonosz szőlőmunkások példázata, és a királyi mennyegző példázata. Ezt a 3-at meg fogjuk ma nézni, mert Jézus ezen keresztül meg fogja válaszolni a kérdésüket. Milyen hatalommal teszed ezeket? És meg fogjuk látni, hogy az atya tekintélye ott van rajta, a fiú tekintélye rajta van, hiszen ő az Isten fia, és a Szentlélek tekintélye ott van az életén. Jézus meg fogja válaszolni a kérdésüket. De mielőtt tovább mennénk, egy pillanatra hadd álljak meg itt. Mi volt itt ebbe a csapda a farizeusoknak, a vezetőknek, a rabbiknak, az írástudóknak? Az, hogy elkezdtek játszani azzal a gondolattal, hogy ha én mondok valamit, arra a másik mit fog szólni. És aközött lavíroztak, hogy az emberek véleményének megfeleljenek. Szerintem ez egy oltári nagy csapda bármelyikünknek, hogy megfeleljek a körülöttem lévő emberek elvárásának. Nyilván nem akarok úgy élni, mint aki teljesen ignorálja a körülötte lévő embereket, mert ez egy érzéketlenség lenne,
bunkóság, nem tudom más szót mondani, de hogy igazából nem ez az én, nem ez kell, hogy legyen az én szívem félelme, hanem az Isten félelem vezet szabadságra. Az emberektől való félelem rabulejt, azt mondja a példabeszédek könyve. Arra bátorít Isten, hogy szóljam az igazságot szeretetben. Néha túl gondoljuk. Néha túlságosan fontos, hogy mások hogyan vélekednek rólunk. Pedig nem embereknek kell megfelelnünk. Az Isten véleménye számít, hogy ő mit gondol rólunk. Pál apostol mondta, hogy nekem nem annyira fontos, hogy ti mit gondoltok rólam. Sőt, az se fontos, hogy én magamról mit gondolok, írja Pál. Hanem az a fontos nekem, amit Isten gondol rólam, ahogy ő ítél meg engem. Én annak akarok megfelelni. Na nézzük meg az első példázatot, a két testvér példázatát. Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Azt felelték, az első. Jézus erre ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, a vámszedők, a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva, még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. A példázatok, ez is, általában egy nagyon egyszerű élethelyzetből merítenek képet. Itt van egy apa, akinek volt két fia. És bizony. És a szőlőbe küldte el az ő fiait. Oda megy az elsőhöz, hogy fiam, menj el dolgozz a szőlőmben. Tök jogos, nem? Az az ő szőlője, a családi vállalkozás. Fiam, menj el és segíts nekem. Segítsetek nekem ma az én szőlőben. Az első azt mondja, hogy nem megyek. De utána nem olvasok, hogy mi hatott rá, magába szállt, mit mondok én, mit gondolok, hát ez a családunk vállalkozása, az én örökségem lesz, az én apám kér erre, hát elmegyek mégis. A másik fiú meg, hogy megyek. Nagyon tisztelettudó, nagyon helyes a válasz, de utána nem megy el, hanem visszaül a kanapéra nyomkodni a telefonját, hogy bármit csináltak abban az időben, nem tudom. Kérdezi Jézus, hogy melyik teljesítette az apja akaratát? Hát az első. Nyilvánvalóan, nem? Mert az számít, hogy ki tette az atya akaratát, nem az pedig, hogy ki mondta szavakkal ki a megfelelő szavakat. Nem az a helyes, ha valaki jókat tud mondani, hanem aki teszi az atya akaratát. És ebben a helyzetben voltak a vallásos vezetők, akik szavakban óriások voltak, de nem igazán cselekedték, amiről beszéltek, és a szívük tétlen volt, megtéretlen. És amikor látták Istenhez térni az igazi, notorikus vétkeseket, a paráznákat és vámszedőket, azt mondja Jézus, még ők is megelőznek titeket az Isten országában. Na, gondold el a vallásos vezető arcába oda tenni ezt a mondatot. Mint ha azt mondanánk, hogy még a terroristák, még az utcalányok is megelőznek titeket az Isten országában. És még Jézus meg is magyarázza nekik ezt a példázatot, amikor láttátok Keresztelő János szolgálatát, láttátok Isten munkáját, és hogyan léptek bűnös emberek oda Istenhez, és tértek meg a bűnükből, még azután se gondoltátok meg magatokat. Büszkeségből, önfejűségből. Még erre se léptetek. És elutasították az atya tekintélyét. Ha nem lett volna ez a példázat elég komoly, jön a következő. Még vissza fogunk majd erre egy pillanatra térni, de nézzük meg a következőt. A gonosz szőlőmunkások. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni.
De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, hogy miénk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre és megölték. De amikor megjön a szőlő újra, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték, rosszért rosszal fizetve elpusztítja őket. A szőlőt pedig más munkásoknak adja, akik megadják neki a termést a maga idejében. Jézus egy ószövetségi képet használ, ami nagyon ismert volt akkor, tehát ez nem volt új. Ott van az 5. Mózes könyvében, a Zsoltárok 8. fejezetében, Jeremiásnál, Ézsaiásnál. A szőlőtő egy kép volt Izraelről. Egy szőlős kert volt Izrael, amit az Úr ültetett, és ez az övé volt. A vallásos vezetők pedig azok a személyek voltak, akikre rábízta ezt a szőlőt, hogy gondozzák. Szóval ez a kép, innen indulunk. Egy teljesen elterjedt, általános szerződésről is beszél Jézus, mert ez akkoriban egy bevett forma volt, hogy valaki vett egy földet, fejlesztette, ültetett, kerítést emelt, épített rá valamit, és aztán a bérbe adta embereknek, akik dolgoztak rajta, azért, hogy kapjon érte pénzt, vagy termést. Szóval ez a kiinduló felállás. Teljesen jogos volt az a helyzet, hogy a szőlő gazdája elküldte a szolgáit, hogy megkapják a bért. Gondoljátok el, hogy milyen felháborító az a viselkedése, hogy a szőlő munkások reagálnak, ahogy viselkednek. Egyébként ez egy hétköznapi kép, de nagyon el van túlozva, ha belegondoltok. Tehát így Jézus teljesen így eltúlozva mondja el. Egy valós élethelyzetben soha senki nem viselkedett volna így, ahogy ez a szőlős gazda. Hogy elküldi a szolgáját, visszaküldik üres kézzel, elküldi a következőt, azt meg is verik, küldi a következőt, azt megkövezik, aztán a következőt meg, és utána hát akkor mit csináljak, akkor elküldöm a fiamat. Tehát ez egy ilyen nincs. Tehát ilyen valós életben nem történik meg. De azért mondja így Jézus, mert rámutat az abszurditására annak a helyzetnek, amiről beszél. Elküldte Isten az ő hírvivőit, a prófétákat, és velük így bántak. Elküldték, megverték, megölték, megkövezték. És utána elküldte a fiát. És nézd meg a bérlők gondolkodásának abszurditását. Hogy jutnak erre a gondolatra? Itt jön a fiú. Ő az örökös. Öljük meg, mert akkor miénk lesz a szőlő. Tehát ez az a gondolatmenetük. És te a szőlő gazda helyébe így gondolkodtál volna, hogy megölték a fiamat, jó, hát akkor rájuk írom a szőlőmet. Tehát így nem. Tehát micsoda abszurditás ez. De jól rámutat annak az abszurditására, ahogy a farizeusok, a vezetők, a rabbik, a főpapok hozzáálltak Jézushoz. Hogy mennyire értelmetlen, hogy amikor eljön Isten fia közéjük, akkor ők ellökik maguktól. Mit fog tenni velük a szőlős gazda? El fogja veszíteni őket. És kimondatja Jézus velük a saját ítéletüket, észreveszitek? Mit fog tenni velük a szőlős gazda? Hát mit? Mit tenne? Elküldi a katonáit, és végez velük. Elpusztítja azért, mert nem adták meg a termést, ami járt volna. Ha valakit Isten lelki vezetésbe hív, ha valakit Isten arra hív, hogy lelki vezető legyen, akkor ez egy nagyon jó emlékeztető arra, hogy Isten arra hívja a vezetőket, hogy a megtermett gyümölcsök az Úr gyümölcsei legyenek. Hogy gyümölcsöt teremjenek az Úrnak. Sőt, azt gondolom, hogy minden hívő embert erre hív. Jézus mondta azt, hogy amikor megmaradtok én bennem, gyümölcsöt fog teremni. Maradjatok meg az én szeretetemben, az én beszédeim maradjanak meg ti bennetek, és gyümölcsöt fogtok teremni. Mert az lesz az én atyám dicsősége, amikor gyümölcsöt teremtek. Mi történik, amikor nem adják meg ezt a gyümölcsöt az Úrnak? Elveti őket, kiteszi őket a szőlőiből, és keres valaki mást, akire rábízhatja. Képzeld el, amikor kimondták a válaszukat, mintha egy lámpást fölkapcsoltak volna a fejükben. Mert most mondták ki az ítéletet a saját fejük felett. És a Szentlélek nekik szegezi ezt a mondatot. Megkérdezte tőlük Jézus, sosem olvastátok az írásokban, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát. Akire pedig ez a kő ráesik,
az szétmozsolja. Amikor a főpapok meghallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Látjátok, hogy Jézus mit kérdez tőlük a 42. versben, a főpaptól, az írástudóktól, hogy sose olvastátok? Ez elég merész kérdés az írástudóktól. Hát itt sose olvastátok? Hogy miről szól ez az egész? Hogy a kő, amit az építők megvetettek? Az egész gondolkodása a vezetőknek abban állt, hogy itt van valaki, akit nekünk meg kell ítélnünk. Itt lehet a messiás, de attól lesz messiás, amit majd mi mondunk róla. A mi dolgunk megítélni. Jézus pedig felmutatja neki, hogy sose olvastátok, hogy amikor a messiás eljön, akkor pontosan a vezetők lesznek azok, akik őt elutasítják. Erről szólt az a profécia, amire hivatkozott. Ők azt mondták, nem lehetsz messiás, amíg mi rá nem tesszük a pecsétünket. Jézus pedig azt mondja, hogy hát pont attól igazolódik, hogy én vagyok a messiás, hogy elutasítotok engem. A 118. Zsoltárból idéz nekik. Abban az időben, amikor a templom épült Salamon idején, azt olvassuk az igében, hogy nem lehetett hallani kalapásnak zaját, véső hangját a templomhegyről. Mert az történt, hogy megvésték a köveket a megfelelő formára, és fölvitték őket a templomhegyre. Így úgymond voltak ilyen kővésők, meg voltak építők. És akkor megszámozták a köveket, feltételezem, hogy az hová tartozik, és fölküldtek egy követ, amiről az építők nem tudták, hogy hová való. Megnézték, de hát itt valami tévedés lesz. És lelökték a templomhegyről, legurult a templomhegyről le a Kidronvölgybe, a temetkezés helyére. És amikor építették tovább a templomot, akkor nem volt meg egy kő. Hiányzott egy kő. De hát hol van? És akkor eszükbe jutott, hogy az a kő, amit letaszítottak, arra van szükségük. És felhozták. Ez egy szóbeszéd, amit a Biblia nem igazol, de tökéletesen beilleszkedik abba, amit a 118. Zsoltár mondta, hogy az építők által megvetett kő lett a sarokkő. Ez a messiásunk, a története a mi messiásunknak. És visszaemelik majd arra a helyre, ahol Jézus lehet a sarokkő. Itt nem Jézus van a vádak alatt, ha észreveszitek, hanem ők maguk. Azt mondják, hogy mi vagyunk a bíráid, és eldöntjük, hogy te ki vagy. Jézus azt mondja, hogy ti nem lehettek az én bíráim. Inkább én a tiétek. Mert ha ti alázatosan ráhultok arra a kőre, akkor összetörettek. De az egy jó dolog. Hát nem így térünk meg, amikor így alázatosan rávetjük az életünket Jézusra is. És az, aki megalázza magát, azt ő felemeli. De azt mondja, hogy ha valakire viszont ez a kő ráesik, az szétzúzza. Amikor én megítélek egy különleges műalkotást, mondjuk ránézek Michelangelo szobraira, én könnyen mondom azt, hogy hát ez a Michelangelo, azt se tudta, mit csinál. Ez egy béna szobrász. Én nem gondolom ezt, csak most eljátszunk a gondolattal. De attól Michelangelo nem lesz egy béna szobrász, hogy én ezt a véleményemet megformálom. Igazából nem róla mondok ítéletet, hanem saját magamról. Amikor egy ilyen mestermű kapcsán a mestert elítélem. És ugyanez igaz Jézusról. Ők nem mondhatnak ítéletet Isten fiáról. Amikor kimondták az ítéleteket, saját magukról mondták ki, hogy mennyire távol van a szívük Istentől. Mert elvétetik tőletek az Isten országa, és valaki másra adatik. Érted, milyen hatalmas kijelentése ez egyébként? Mert Ábrahám, Izsák és Jákob népe rá lett bízva a vallásos vezetőkre. Tényleg Isten rájuk bízta a lelki vezetést. De azt mondja, hogy nem teremtétek meg a gyümölcsöket, ezért elvétetik tőletek, és egy másik népnek adatik. És nem azt mondja, hogy a pogányoknak, hanem egy másik népnek. Mert az a másik nép már nem zsidóból és pogányokból fog állni, hanem zsidókból és pogányokból együtt fog állni. Az egyházra bízza. Átadja így a lelki vezetést az egyháznak. Tudod, mit reagáltak erre a mondatra? Máté nekünk nem mondja el, de a Lukács evangéliumban elmondja, amikor azt mondja, hogy elvétetik tőletek Isten országa, és másnak adatik, és azt mondják, hogy ez nem történhet meg. Amikor ennyire nekik szegzi Jézus ezt a mondatot, azt mondják, ez így nem fog megtörténni. És én most ezt azért mondom nektek, mert amikor olvassuk a Bibliát, és hogyha te nem ilyen vagy, akkor ez most nem neked szól, amikor olvassuk a Bibliát, sokszor látjuk, hogy vannak jó fiúk, meg rossz fiúk.
És hajlamosak vagyunk mi a jó fiúk közé állni, hogy azt mondjuk, hogy hát ha Jézus nekem ezt a mondatot volna, mondta volna, hát én biztos nem utasítottam volna. Biztos. Mert ez azt jelenti, hogy mi sosem állunk ellen Isten akaratának. Hogy Isten akaratát mindig feltártott kézzel azt mondjuk, hogy igen, legyen úgy, ahogy te akarod. Hát én magamat annyira ismerem, hogy ez nem mindig így történik. És nem lehet, hogy most is van egy, vagy több olyan dolog, amiben ellenállunk Isten akaratának. És amikor Isten azt mondja, hogy ez így lesz, akkor azt mondja, hogy nem. Ez nem így fog történni. Pedig igen. Én arra kérlek, hogy amikor olvasod a Bibliát, akkor legyen, máshogy fogalmazok, amikor olvassuk a Bibliát, akkor legyen a szívünk egy kicsit alázatosabb. Mondván, hogy lehet, hogy több rossz fiú van bennem, mint gondolnám. Több ellenállás, és több makacság, és önfejűség, és büszkeség van, mint amennyit beismerek. És Uram, kérlek, hogy tisztíts meg engem. Győzz meg engem. Én azt mondom magamra, hogy ó, én biztos elfogadtam volna. De hogyha én így állok hozzá, akkor a bibliai történetek nagy részének az élét kiveszem. És nem engedem, hogy a kétélű kard belemetszen a szívembe, hiszen az arra adatot, hogy belemetszen, de nem kárt okozott, hanem elválasztja a sallangot az értékestől, a velők és ízületek szétválásaig. Mester ilyen oda tud vágni, ahol engem egészségesebbé tesz. És még egy pillanatra visszatérve a két testvér példázatára, úgy mondtam, hogy az előbb, hogy visszatérünk oda. Ugye azt mondja Pál is, hogy nem beszédben áll az Isten ország, az nem igazán frankó, hogyha valaki csak azt mondja, hogy igen, Uram, én teszem a te akaratodat, és utána hazamegy, és nem teszi. És néha nagyobb a mi beszédünkben a kereszténységünk, mint a valósága. Én arra kérlek, hogy amikor hallgatjuk ezeket a példázatokat, akkor ne pattanjon le rólunk, hogy ó, persze, ezt a főpapoknak mondta. De jó, hogy nem vagyok főpap. De lehet, hogy ugyanazok a dolgok zajlanak a szívünkben, mint nekik. Isten megtérésre hív. Isten odaszánásra hív. Isten alázatra hív. Isten vele való járásra hív. Nézzük meg a harmadik példázatot, a király mennyegző példázatát. Belekóstolunk a 22. fejezetben, nem fogjuk végigvenni, csak ezt a példázatot. Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ez is egy teljesen hétköznapi kép, egy esküvő, egy mennyegző. Az ember életének egyik legjelentősebb pillanata, nem? Ha bemész egy barátod, ismerősöd házába, a legtöbb helyen látni fogod ezeket a képeket. Ki van téve a falra? Ez egy olyan pillanat, amire emlékezni akarunk. Ez egy különleges nap. Akkor is az volt. Méghozzá ez egy királyi mennyegző volt. Egy király meg akarta tartani a mennyegzőt a fiának, és elküldte a meghívót, és mennyire furcsa, hogy amikor elmegy a meghívó a meghívottakhoz, ők visszautasítják. Most tudnod kell, hogy az akkori kultúra egyben mindenki éjjel-nappal dolgozott, mert földművesek voltak, állattartók voltak a legtöbbjük. Abban nincs szünet. Legfeljebb végre jött a szombat, amikor nem kellett dolgozni. De abban az időben nem volt leállás. És amikor volt végre egy esküvő, ezt tudod, mit jelentett? Hogy egy hétig nem kellett dolgozniuk. Egy hétig bulizhattak. Mert egy hétig tartott egy esküvő. Vagy még tovább. És ehettek, végre megtömhették a hasukat. Nem kellett számolni, hogy jaj, csak annyit együnk, hogy elég legyen még a tavaszig, a következőben. Akkor eleresztették ezeket a dolgokat. Ünnepeltek. És gondolod, hogy milyen lehetett egy igazi királyi lakoma. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íbe elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreimet, a hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De némelyek ezzel mit sem törődve elmentek, egyik a földjére, a másik a kereskedésébe, a többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király haragra gerjedt, elküldte seregét és elpusztította ezeket a gyilkosokat. Városukat pedig felégette. Érted, hogy ez a történet se egy ilyen hétköznapi mennyegzőre való hívás.
Volt, akit mi meghívtunk az esküvünkre, és eljött. Volt, akit meghívtunk, és nem jött el. De nem küldtem seregeket utána, hogy bazzak ti. Ez egy abszurd dolog. De ez a történet szemléltet valamit. Ez egy példázat. Jézus illusztrálja annak a lelki abszurditását, amivel ezek a lelki vezetők hozzáálltak. Hogy mennyire abszurd az, amikor Isten meghív téged az ő királyi asztalához, és elmondja a menüt, ez vár rád, gyere el a házamba, hogy megünnepelhessük együtt az én fiam menyegzőjét. Gyere el, mert elküldtem az én fiamat. Elküldtem a messiást, ők pedig azt mondják, most inkább nem. Egyébként ez egy teljesen hiteles kép, mert akkoriban egy menyegző úgy zajlott, hogy megmondták, hogy melyik nap lesz. De nem volt ráírva meghívva, hogy mikor, melyik órában. Emlékszem, amikor Nigériába jártam, én a legjobb barátom esküvőjére egyszer kinyertem Nigériában, és én voltam a tanúja. Meg volt a napja, sőt, ráírták az órát is. Amikor megjelentünk 10 órakor a helyszínen, nem volt ott senki. És mondom, hú, elnéztük a napot, az évet, vagy és azt mondom, oh, ez Afrika. Nyugalom. Az az időpont, amit ráírtunk a meghívó, az egy javasolt időpont. Majd megjönnek, akkor elkezdődik. Na, abban az időben bölcsebbek voltak, rá se írták az időpontot, és amikor már elkészültek az előkészületek ott voltak, na, akkor küldték a hírt, hogy na most gyertek. Ti csak tegyétek félre azt a napot, és majd az óráról szólunk, gyertek. És amikor jöttek a meghívottakért, akkor ők elutasították őket. Minden készen van, gyertek a menyegzőre. Minden készen van. Ha belegondoltok, mennyire az evangélium képe ez? Már minden készen van, már mindent elkészítettünk, a te dolgod eljönni és elfogadni. Nem kell semmit hoznod. Gyere úgy, ahogy vagy, csak fogadd el a meghívást. És mennyire abszurd a reakciójuk, rámutat arra, hogy hogyan szoktak az emberek reagálni az evangéliumra, amikor hallják, hogy hát most nem érek rá. Mert Jézus nem az idejüket kéri, hanem a szívüket. Hát most nem érek rá. Dolgoznom kell az üzletemmel. Hív a karrier. Jó hangzik, de most nem. És az emberben mindenféle kifogást és hazugságot előhoz ez. Sőt, nézzétek meg, a küldötteket volt, aki megölte. Hát ez elképesztő. És a király hogy reagál rá? Haragra gerjed, és elpusztította őket. Egyébként profétikusan ez teljesen szól arról, ami Jeruzsálemmel történt. Hogy eljött a messiás, Isten népe elutasította a messiását, és pár évtizeddel később bevonultak a római seregek Jeruzsálembe, és a földig rombolták a várost és a templomot. Így folytatódik a történet. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok meg a mennyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Az első csapat, akit hívott, hát ők nem jöttek el. És utána azt mondta a szolgáinak, hogy menjetek el, és akit csak találtok, jókat és rosszakat, hozzátok be. Mert a király nem akarta, hogy bármelyik szék üres maradjon az asztalnál. Bárki jöhetett, aki hallotta a meghívást. Mennyire a kegyelem példázata ez, ha belegondoltok. Jöhetett mindenki, teljesen méltatlanul, attól függetlenül, jó vagy rossz volt, leülhetett a király asztalánál. Ez a mi történetünk. Eddig tart a példázat első fele. Egyébként, ha eddig vennénk, akkor nem sokban különbözne az előző két példázattól, a két testvér példázatától, vagy pedig a gonosz szőlőmunkások példázatától. De ennek a példázatnak van egy második fele is. Azt mondja, amikor a király bement, megtekintett a vendégeket, láthatott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve, és így szólt hozzá, barátom, hogyan jöttél be ide? Hiszen nincs mennyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak. Kötözzétek meg kezét és lábát, és vessétek ki a külső sötétségbe. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Ott volt valaki a mennyegzői lakomán,
aki nem volt menyegzői ruhába öltözve, és nagyon kilóghatott a tömegből, amikor elfelejtesz ünneplőt venni az iskolai ünnepségre, mindenki fehérből van, te meg nem, az úgy látszik, és a király egyből észrevette, hogy te rajta nincs menyegzői ruha. Hogy jöttél be ide? Nem öltözött fel megfelelően, és amikor rákérdez a király, ő meg se szólal. Vessétek ki innen, dobjátok ki innen. Újra mondom, ez egy extrém dolog. Tehát így fel van minden nagyítva ebben a példázatban, hogy rámutasson valamire számunkra. Rámutat egy fontos dologra. Eljött valaki, aki elfogadta a meghívást, mert nem volt bolond, ott akart lenni a király esküvőjén, végre megtömhetem a hasamat, de nem akarta megtisztelni a királyt, hogy felöltözön az alkalomhoz megfelelően. Nem gondolta azon, hogy ez nem az ő napja. Nem gondolta azt, hogy ezt meg kéne ezt az eseményt tisztelni. Megyek úgy, ahogy akarok, öltözök úgy, ahogy akarok, teszem azt, amit akarok. És amikor a király szembesítette ezzel, ő hallgatott, és végül kidobatta. Kötözzétek meg. Itt ért véget az ő nagy szabadsága. Három csoportot látunk egyébként ebben a példázatban, akik nem vettek részt a menyegzőn, akik nem élvezhették. Az első, akik teljesen érzéketlenek voltak az evangéliumra. Gyertek el a menyegzőre, ti vagytok a meghívottak. Minket ez nem érdekel. Nekünk fontosabb az internet, a párunk, a karrier, mit tudom én, most nem megyünk el. Aztán volt egy másik csoport, akik meg agresszívek voltak ezzel. Amikor jöttek a meghívók, rátámadtak a király küldöttjeire, és megölték őket. Hát ők sem mehettek el. És volt a harmadik csoport, illetve itt egy személy képében, akik ellenálltak annak a változásnak, annak a változtatásnak, amire a király hívta őket. Elment az esküvőre, de nem öltözött a megfelelő ruhába. És mindhármuknak ugyanaz lett a sorsuk. Egyikük sem élvezhette a menyegzői lakomát. Én a 14. versről szeretnék egy pár gondolatot mondani még, ami szerintem egy bámulatos kijelentés Jézustól, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Ez a vers szól egyszerre Isten szuverenitásáról, meg az ember szabad döntéséről. Ugye volt egy meghívói lista. Volt a listája a meghívottaknak. És amikor elment az emberekhez ez a meghívás, azt mondták, hogy valami, mi nem akarunk. És akkor utána föl lehet tenni a kérdést, de hogy ők miért nem jöttek el, mint meghívottak? Azért, mert nem voltak választottak. Micsoda? Hallod ezt? Most azért nem jöttek el, mert nem akartak, vagy azért, mert nem voltak választottak? És erre a megfelelő kérdés az, hogy igen. Mind a kettő. És ez ilyenkor szokott az ember agya elkezdeni füstölni, hogy? És én nagyon kérlek, hogy ezt a kettőt ne akart szétválasztani. Mert igaz egyszerre az, hogy az embernek döntéshelyzete van Isten akaratával kapcsolatban, mindannyiukat megtérésre hív, és én dönthetek. De az is igaz, hogy Isten szuverén. És az idők kezdete előtt tudta, mert tudta, hogy melyikünk lesz az övé, és melyik nem. Ne akard ezt szétválasztani, mert rossz irányba fogsz elmenni. De akkor hogy tudhatom azt, hogy engem ő akar? Honnan tudhatom, hogy ő engem választott? Hát úgy, hogy döntesz az ő meghívására. És akkor igazolod, hogy te is a választottak között vagy. Ez a három példázat Jézus tekintélyéről szól, mert az ő tekintélye az atyától volt, az ő tekintélye a fiú tekintélye, és az ő tekintélye a Szentlélektől való. Milyen hatalommal teszed ezt? És ez a három példázat a válasz. Ha beszeretnél lépni Isten országába, ha beszeretnél menni a mennyegzőre, akkor fel kell venned a megfelelő ruhát. Fel kell öltöznöd azt a ruhát, amit ő ad neked. A Biblia írja ezt, hogy leveszi rólunk a koszos
rongyainkat, és ránk rakja az ő igazságának köpenyét. Ez hívja a Biblia megigazulásnak, amikor az ő vére megmos minket a bűneinkből. Csak ebbe a ruhába léphetek be. Ez csak az én megváltóm adhatja oda nekem. De ebből a harmadik történetből is hadd figyelmeztesselek téged és magamat is. Hogy mi az a változás ma, amire a Szentlélek hív téged. A Szentlélek az a személy, akit Isten kiküld a világba, hogy hívja az embereket megtérésre. Ő az a személy, aki hívja ma az embereket a mennyegzői lakomára. Gyertek, az Úr már elkészítette ezt számatokra, gyertek és térjetek meg. Mi már hívők vagyunk, de a Szentlélek hozzánk is beszél, és hív minket változásokra. És én nagyon kérlek, hogy engedj a Szentléleknek. Ha valami konkrét dolog van téged, így a Szentlélek így megmutatja, hogy ezt szeretném, ha megváltozna. Szeretném, ha ezt a területet odaadnád. Akkor legyen a te válaszod az, hogy igen. Én formálódni akarok. Adj teret Isten munkájának. Ne engedd el a füled mellett. Ne harcolj ellene, hanem mondj igent neki. Nem azt mondja a Szentlélek, hogy Tamás, változz meg. Ezt inkább én mondom magamnak. Meg az ördög szereti mondani, mert tudja, hogy amikor ezt hallom, akkor kudarcot fogok vallani. Én nem tudom magamat megváltoztatni. A Szentlélek nem így fog beszélni hozzám. A Szentlélek odahív Istenhez, és azt mondja, hogy gyere, és engedd, hogy Isten átformáljon téged. Gyere a világosságra. Gyere, vald meg a küzdelmedet. Vald meg a kudarcodat. Vald meg, hogy szükséged van Isten erejére a te életedben. Vald meg, hogy gyenge vagy nélküle. Ez így szól hozzád a Szentlélek. És hogyha egy konkrét területen ilyen változásra hív, akkor te ne állj ellen neki, kérlek. Engedj. Elmondok nektek egy történetet, ami tegnap éjjel történt. Ez azért vicces, mert nem készültem elmondani, és amikor ma reggel elmondtam a családomnak, akkor Dani fiam egyből rámondta, hogy na, ebből biztos egy bibliai illusztráció lesz. Én meg kinevettem, hogy hát, dehogy. De miközben ment a dicsőítés, Isten mondta, hogy na, ezt mondd el, légy szíves. Jó. Nem én leszek a történet hőse. Csak vicces szerintem. Meg valahol azt mondom, hogy Isten csinálta. Tegnap ugye nagy eső volt. Hazaértem, és hallottam a víz zubogását. Olyan furcsa módon. Kinéztem a konyhánk ablakán, és látom, hogy mint egy ilyen vízfüggöny hullott le az eső. De nem az esőt láttam, hanem az ereszünk tele volt vízzel, és így túlfolyt. És olyan volt, mint egy ilyen szökőkút, vagy mint egy vízesés az ablakán. Fú, az így nem lesz jó. Mi lehet az ok? És lefeküdtem aludni. És így nem hagyott Isten aludni. Építész vagyok, végig gondoltam, hogy ez folyik ez a víz a ház tövébe. Nem tudom, mennyi víz lesz, de jó sok, hogyha hallottam az időjárás jelentést. Alá fogja mosni a víz a házat, meg fog süllyedni. Simán tudna történni, csak ez általában nem egyik napról a másikra zajlik. Na mindegy, az én fejemben ez így zajlott le, és nem bírtam elaludni. Én aludni akarok, fáradt vagyok, szakad az eső, hogy mit tudok ezzel csinálni. És egyszerűen nem bírtam elaludni. Már éjfél volt, mondom, vagy hajnalig húzom, vagy most csinálom meg. Fölvettem az esőkabátomat. Elég hiányosan voltam öltözve. Fölvettem az esőkabátomat, és fölmásztam a létrára. Igen, másik csinál már ilyet. Fölmásztam a létránkra, és elkezdtem kutatni az ereszünkben. És így éreztem, hogy igen, ez dugi van. De tudnotok kell, hogy 2 évvel ezelőtt történt valami hasonló, amikor fölmentem egy létre, és a létra kidőlt alólam, és én ott kapaszkodtam ugyanezen az ereszen. És Sári az étkezőnkből nézte, és ha nincsenek ott, én nem tudom, mi történik, mert a nyakamat szegem. Tehát, és gondolt, hogy éjfél van, mindenki alszik. Én itt valami baj lesz, de én nem tudom, ki fog segíteni. Muszáj, tehát így, nem tudok így aludni. Fölmásztam a létre tetejére, és így kutatok az ereszünkbe. Dugig van vízzel, oké, rendben. És így megyek arrébb, és így belenyúltam egy ilyen trutyiba. Nem tudom, ezt nem lehet szebben mondani. És így megfogtam, és így visszarántottam a kezem, de újra belenyúltam, és na ez az. És kivettem, és csak egy ilyen maroknyi volt, amit kivettem. Szerintem sokkal több volt, ami ott volt. Kivettem, és így elkezdtem hallani, hogy zúdul a víz. Elindult a víz lefelé, de irgalmatlan mennyiségben. Zúdult le a víz.
És bennem olyan megkönnyebbülés volt, ahogy úgy éreztem, hogy megoldódott, de azt, amikor lefeküdtem aludni, mintha Isten szólt volna hozzám. Hogy ott van az életünkben valami, ami akadályozza Isten munkáját. És tele van az ereszem, és csak így a rossz helyre folyik a víz. Isten nem tudja elvégezni, amit akar. És nem egy nagy dolgot kér. Nem kellett nekem csodát tenni. Csak valahova oda tennem a kezem egy pici dologban. És Isten azonnal elkezdte az áldásait önteni. Én nem tudom, hogy a te életedben ez mi. Ezt én nem tudhatom. Nekem a sajátomat kell megvizsgálnom. De hogy úgy érzem, hogy gyülekezetként is van egy ilyen megrekedésünk. És mindannyian nagyon szeretnénk, hogy Isten munkálkodjon, de valahogy nem látom előre menni. Én arra kérlek, hogy imádkozz a saját életedért, és imádkozz a gyülekezetért. Hogy mi az, ami megakasztja Isten munkáját. Hogy oda vigyük Isten el, és azt mondjuk, hogy Uram, így kérlek, így távolítsd el az útból. És annyira megkönnyebbülés volt az, hogy ez a pici mozdulattal valami kikerült az útból, és azonnal elkezdett folyni a víz. Azonnal áldás jött. És megszűnt ez a túlfolyás, megszűnt az én aggodalmam. És nem rólam szólt ez, úgy érzem, ez egy sokkal nagyobb kép volt. Megteszitek ti is, hogy én megvizsgáljátok a szíveteket? Hogy mi az, amiben a Szentlélek ma itt szól, és változásra hív? Amiben nem hagy aludni? És régóta lehet, hogy te is vársz valami áldásra, valami nagy dologra, és valahogy miért nem jön el? Mi lehet az az apró dolog? Drága Szentlélek, arra kérlek, hogy így tedd nagyon konkréttá ezt. És én megvallom az én szükségemet rád, és arra kérlek, hogy ezt cselekedd meg az én szívemben is, ne csak a házam ereszével, ha bármi elakasztja a te munkádat, én bennem. Ha bármi elakasztja a te munkádat a gyülekezetben. Ha bármi elakasztja a munkádat a testvéreimben, akkor kérlek, hogy fedd fel azt előttünk. Drága Szentlélek, mi szeretnénk együttműködni veled. És amit te szólsz, az fontos nekünk. Mert nagyon szeretnénk hallani azt a hangot, amit én hallhattam, akkor úgy elindult a víz, az áldás. És Uram, tőled jön az áldás. Nem azért, mert méltók vagyunk rá, nem azért, mert valamit jól csinálunk, hanem mert te munkálkodni akarsz. És kérlek, hogy munkálkodj bennünk, munkálkodj a gyülekezetben. Végezd ezt el, amit elterveztél. És neked adjuk a dicsőséget érte. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen. Ígértem, hogy elmondom a hirdetést újra, nem elterelve a feltétlen figyelmeteket erről. Szeretnénk egy tábor tartani az őszi szünet első hétvégéjén. Ez október 25-26-27, péntek, szombat, vasárnap, Sarudon, a Tiszatónál, ez a tervünk. Szeretném, ha minél többen ott lehetnétek, anyagilag nem lesz megterhelő, ígérem, de kérlek fejbe készülj, és azok is készüljenek, akik most úgy gondolják, hogy nem, majd megy más, nem. Szeretnénk, ha te is jönnél. Mindenki, ha ott lehetne, az lenne a legnagyobb szívünk vágya. Na, Isten áldjon titeket!